Az egyik legcsodálatosabb érzés víradásunkkal örömet szerezni valakinek, állítja Pikali Gerda színésznő, aki maga is víradó. Ahogy az a másik négy művész is, aki nevét és arcát adta az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös nyári kampányához, melynek második felvonása az Élet nem játék szlogennel fut. Célja a víradások népszerűsítése és színesebbé tétele, amelyre a legmelegebb hónapokban különösen nagy szükség van. A donorok aktivitása ugyanis ilyenkor mindig csökken. A véradásról nagyon sokszor beszélünk és mondjuk el, hogy nem csak kampányszerűen jó, ha elmennek a véradók vért adni, hiszen egy folyamatos vérellátásról kell gondoskodnunk. Ahhoz, hogy a gyógyulni vágyók, balesetet szenvedők, az olyan műtétek ne maradjanak el, aminek nagyobb a vérigénye, és mindenki meg tudjon gyógyulni, emiatt ne maradjanak el műtétek, hogy nincsen, nem áll rendelkezésre megfelelő típusú és mennyiségű vér, ahhoz nagyon sok véradóra és nagyon sok elkötelezett véradóra van szükség. A kampány első szakaszában ismert és elismert sportolók álltak az ügy mellé, akik szintén rendszeresen nyújtják kezüket. A korábbi akciók sikerességét mutatja, hogy tavaly is kerültek olyan donorok a Vörös Kereszt látókörébe, akikkel addig nem volt a szervezet kapcsolatban, később viszont akár rendszeres véradóvá is válhatnak. Ehhez a véradás.hu oldal is segítségükre lehet, ahol napra kész információkat találnak a véradó események helyszíneiről és időpontjairól. Az önkéntesek közben a Balatonnál sem pihennek. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 14 éve biztosít első segélynyújtó szolgálatot nyaranta a magyar tengerpartján, melyben a megyei szervezet az Észak-Alföldi régióhoz csatlakozva kezdetek óta részt vesz. Ilyenkor 19-20 strandon vagyunk jelen, mindenhol két önkéntes teljesít szolgálatot. Ezek a szolgálatok 10 napos turnusonként váltják egymást. Olyan fiatalokat várunk mindig ezekre a szolgálatokra, akik az első segélynyújtásban járatosak, van tapasztalatuk, illetve hajlandóak újra megtanulni esetleg az első segélynyújtásnak az ismereteit, hiszen egy strandon a rovarcsípéstől a kisebb-nagyobb sérüléseken át egészen az újraélesztésig egy széles spektrumot kell tudniuk ellátni, addig, amíg a mentő meg nem érkezik, illetve tudniuk kell dönteni arról, hogy egy-egy sérülés további ellátást igényele, vagy pedig ők ezt ott el tudják látni a strandon. A megyei igazgató elmondása szerint a szolgálat jó társaságban, de komoly felelősséggel járó munkával telik. A résztvevők tavaly közel 3000 esetben segítettek a nyaralóknak, újraéleszteniük pedig már idén is kellett a strandokon, de szerencsére ezúttal is helytáltak a fiatalok.